Itt van egy nagyon rangos díj a kezedben, te lettél 2022-es év legjobb női sportolója. Mit jelent neked ez az elismerés? Még egy kicsit így szoknom kell, ízlegetnem kell, hogy én lettem az év női sportolója, hiszen körülbelül azelőtték, hogy bekerültem a top 3-ba, nem is nagyon gondoltam, hogy valaha majd én fogom megkapni ezt a díjat, úgyhogy hatalmas a megtiszteltetés, és bízom benne, hogy a következő évben is be fogom szerintem, hogy igenis rászolgáltam erre a díjra. Hogy látod, hogyha visszagondolsz erre a 22-es évre, akkor milyen volt a számod? Nekem egy nagyon nagy hullámvasút volt igazából, kezdve ott, hogy a feltpályaszezonban futottam nagyon jó országos csúcsot, majd rá egy hétre lesérültem, és nem tudtam indulni a feltpályás világbajnokságon. Utána a szezonom, a szabadtéri szezonom elején nem úgy alakult, ahogy én magamtól vártam. Aztán lett az országos bajnokságon egy új országos csúcs, aztán megint egy két kicsit gyengébb verseny, utána egy nagyon jó Európa-bajnokság, úgyhogy tényleg egy ilyen hullámvasút volt, de mondani szokták, hogy minden jó, ha a vége jó, hiszen a fő versenyemben az EB-n tudtam a lehető legjobbat kihozni magamból, úgyhogy szerintem egy nagyon jó évet zárhattam. Bízunk benne, hogy 23 nem lesz a hullámvasút éve, hiszen itt lesz egy nagyon fontos atlétikai világbajnokság, amit gondolom te is nagyon vársz. Nyilván ugye a fő verseny az a budapesti világbajnokság lesz, és ma már többször is mondtam, hogy jövő évi idén lesz, úgyhogy még ezt is kell szoknom, hogy már egyre közelebb vagyunk, de előtte azért lesz egy feltpályás Európa-bajnoksággal, úgyhogy ezek az ilyen közelebbi célok is majd a augusztusban meg a VB-re felteszünk mindent. Nyilván most a felkészülési időszaka van, illetve a fedettpályás versenyek időszaka, de már így gondolkodtál azon, hogy a világbajnokság, amivel lennél elégedett? Mire mondanád azt, hogy ez egy nagyon jól sikerült világbajnokság volt? Úgy gondolkozom, hogyha ott sikerül azt megcsinálni, mint most München, vagy a lehető legjobbamat és egy ilyen csúcsos országos csúcsot futok, akkor én elégedett lehetek, jelentsen ez bármit helyezésben. Nyilván nekem nagy álmom az, hogy VB-n vagy olimpián döntőt futhassak, és ezt majd meglátjuk, hogy sikerül, de tényleg, hogyha magamat legyőzöm, szerintem ebben a sportban ez nagyon jó, hogy mérhető, és látjuk, hogy jobbak voltunk, mint mondjuk az előző évben.